az ember úgy dolgozzon, hogy szórakoztassa a jó Istent. És az pedig örökké való, és fenntartja, és kormányozza ezt a világot, ha őt sikerül szórakoztatni, akkor az egész világ kapott valamit. Makovec Imre neves, Kossuth díjas, magyar építész idézetével köszöntöm kedves nézőinket mai 699. adásunkban. Mai műsorunkban megismételjük az egy évvel ezelőtt készített mellékletünket, amelyet a Pancsovai Borromeo Szent Károly katolikus templom parókiájának felújításáról készítettünk. Nem véletlenül, hiszen az év leforgása alatt jelentős változás történt, az épületen végzett munkálatok nagy része befejeződött. Az épület új kinézéséről és a további tervekről következő műsorunkban számolunk be. A Topolyai Cirkalomtánc Együttes az elmúlt hétvégén ünnepelte működésének 30 éves évfordulóját. Második mellékletünkben az aldonai bukovinai tánc koreográfiájukat mutatjuk be kedves nézőinknek, ezzel kívánunk további sikeres munkát az együttesnek. A felvételt a Vajdasági Rádió és Televízió jóvoltából láthatják. Mellékleteink előtt rövid hír összefoglalót készítettünk. Mai 699. adásunkhoz mindenkinek jó vételt kívánunk. A protestáns keresztjének az idén szerte a világon megemlékeznek a reformáció 500 évvel ezelőtti kezdetéről, amikor is 1517-ben Luther Márton, ágostai rendi szerzetes, kifüggesztette híres 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, amivel felhívta a figyelmet, hogy a korabeli egyház mi mindenben tért el a Biblia tanításától. Az egész idei emlékév különböző rendezvények és megemlékezések jegyében telik majd. Így a Magyar Református Egyház reformációi emlékévét megnyitó ünnepi istentiszteletét január 31-én a debreceni nagytemplomban tartották meg, ahol a Kárpát-medencei református egyházak vezetői mellett Kanadától Tajvanig 20 ország református egyház képviselői is jelen voltak. A szerbiai református keresztény egyházat Halász Béla püspök és Székely Károly főgondok képviselték. A reformáció emlékévének állami megnyitóját január 6-án Budapesten a Művészetek Palotájában rendezték meg, ahol a protestáns egyházak vezetői mellett az állam képviselői is jelen voltak. A Pécsi Kosztolányi Dezső Céltársulás idén is megszervezi a Kosztolányi Cserediák programot, amelyen szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyar diákok vehetnek részt. A Dél-Dunántúli régió több településén, Pécsett, valamint Mohács, Szekszárd és Szentlőrinc vidékén kerül sor a rendezvényre ez év április 4-e és 8-a között. Több délbánáti településre is küldtek meghívót, amelyben jelezték, hogy az általános iskolák felső osztályos diákjainak jelentkezését várják. A cserehét ideje alatt a diákok kirándulásokon, városnézésen, ügyességi vetélkedőkön, valamint különböző iskolai programokon vesznek részt. A magyarországi vendégfogadó diákok előreláthatólag május 9-e és 13-a között viszonozzák a látogatást. A takaróképek a múlt évi cserediák programok alkalmával készültek. Itt vagyunk a Pancsovai Katolikus Egyház plébániáján, a valamikori ferences rendházban, ahol most nagyon nagy felújítások folynak. A munkálatok most kicsit megálltak, várják a szebb időt. Pastik Róbert plébános urat arról kérdezem, hogy hogyan került sor erre a nagy felújításra? Erre a nagy felújításra úgy került sor, hogy láttunk, vagyis a püspök atya, meg az akkori plébános, Fischer János atya, akik itt voltak, láttak, hogy ez a ház nagyon vizes, és hogy kellene rendbe hozni, mert a víz a falakon, tehát valamelyik szobákon egészen a plafonig elért, és
első dolog, amit gondolták, tehát, hogy rendbe hozzák ezt az épületet, mert lassacskán közeledik Pancsova városának, meg a mi templomunknak a 300 éves évfordulója, és ez alkalmából mindenki gondolt, hogy jó lenne rendbehozni a templomot is, meg a plébániát. És akkor a püspök atya, látván ezt a dolgot, akkor elindította, hogy kezdjük el a munkálatokkal. Ez ugye mondtuk, hogy valamikor ferences rendház volt, de most a püspökség tulajdonát képezi. Igen, az utolsó ferences atya, aki itt volt, 91-ben ment el, és azóta akkor a ferences rendi atyák, meg az utáni guardián atya átadták ezt az épületet a püspökségnek. Ez az épület Pancsován a legrégebbi épületek közé tartozik. Itt valószínű, hogy szakemberek végzik, neves szakemberek végzik itt a felméréseket, és akik az irányítást adják. Igen, első meglepetésem az volt, amikor ide jöttem Pancsovára, hogy hallottam és láttam a dokumentumokból, hogy ez az épület maga, meg a templom a régi pancsovai vár alapjain épült. És ebből mindjárt láttam az értékét ennek az épületnek. És most, amikor elkezdtünk a munkálatokkal, akkor rádöbbentem arra, hogy ez az épület hányszor lett átalakítva, mert a szobákon lehet látni, hogy valamikor itt volt az ajtó, most amott van, tehát nagyon sokszor újra építették vagy cserélték. Tehát ez a nagy renoválás valószínű, hogy amióta az épület fölépült, még nem volt. Ez így van, mert, és így igaz, mert az anyagi helyzet az egyházban nem mindig könnyű volt, és az akkori években nem volt annyi pénzük, hogy rendbe hozzák. Most sincs nagy pénzünk, de azért megpróbálunk külföldről is kérni az anyagi dolgokat, vagyis a pénzt, hogy ezt az épületet akkor megcsinálhatjuk. Mivel hallottam, hogy itt lesznek átépítések, ahol nagyobb termet csinálnak, hogy tehát többen összetudjanak jönni ott a bejáratnál mindjárt, és itt a szobák, ahogy vannak, van-e valami előrelátott funkciójuk egyes helységeknek? Most az a helyzet, hogy látván az épületet, gondoltunk valamit átalakítani, vagyis húzni arra a régére, ahogyan régen volt, tehát mindjárt, amikor bemegyünk az épületben, hogy jobb oldalon meglegyen egy nagyobb terem, ahol a hívek Szentmise után, vagy hétköznap tudjanak bejönni, kóruspróbákat, hogy szervezünk előadásokat, hogy tisztességes hely legyen, ahol meleg is lesz, és ami télen kápolnaként lehetne használni. Mert tudjuk, hogy a templomban nagyon hideg, és akkor így sokkal könnyebb kihasználni ezt a helyzetet. Ami az épületet magát illeti, tehát terv az, hogy három vendégszobát hogy megcsináljunk, mert Pancsova a szerbiai püspöki konferenciának a székhelye lesz. És ilyenkor, amikor gyűlések lesznek, biztosan több vendég is jön, és akkor nekik is kellene adni tisztességes helyet. Az az épület a város központjában, amit a katolikus egyház visszakapott, ott lesz a püspöki konferencia székhelye. Ott is nagy átalakítások, renoválások folytak. Hogy áll most ott a dolog? Mikor várható, hogy a konferencia ide költözik? Ami a konferenciát illeti, meg az az épületet, ők már elkezdték a javításokat, meg a karbantartást, csak némely gondok jöttek, és ezért most megállt mindent, de tervben van, hogy ez meg legyen csinálva minél előbb. Plébános úrnak több filiája is van a pancsovai
katolikus egyházközség mellett, így például Opovára is, Ópávára is jár, ahol hallottam, hogy ott is felújítások lesznek, a másik hely pedig Torontálvásárhely, vagyis Debeljacsa, ahol hallottuk, hogy új orgonát kaptak. Igen, és még ezekhez a helyiségekhez Óborcsa is tartozik, meg Galagonyás is. Ami a filiákat illeti, ezeken a helyiségeken évek óta nincsen pap, aki ott lakik velük együtt. És ez azért van, mert pap hiány van a világon, és mi nálunk is. És az otthoni közösségek évek óta próbálnak, és nagyon sikeresen is önszervezettel csinálják a dolgokat, tehát ők szervezkednek, segítenek a plébániai életben, amikor jönnek olyan vasárnapok, hogy nincs a helyben a Szent Mise, ők maguk eljönnek a templomban, elolvassák a Szentírást, elimádkoznak a rózsafűzért, elénekelnek pár éneket, és ilyen módon megpróbálják tisztelni az Úr napját. De ami a munkálatokat illeti, tehát minden helyiségben van valami különlegessége. Óborcsán most akarunk egy telkit vásárolni, és egy hitantermet fölépíteni, mert amióta létezik az otthoni templom, amely a hívek pénzből épült, sose volt egy plébánia épülete. Akkor Galagonyáson, mivel a templomot csak 5-ször vagy 6-ször évente használjuk, a tornyot elkezdtünk javítani, hogy ne történjen valami, ami nem kellene, hogy történjen, és az otthoni templom belsejét is jól lenne rendbe hozni, amennyit lehet. Utána Ópáván most a padlót szeretnénk megcsinálni a templomban, a csempéket lerakni, és a templom körül egy járdát megcsinálni, hogy ilyen módon akkor a vizet, az esővizet minél messzebbre a templom alapoktól, hogy elvigyük. És Torontálvásárhelyen pedig az újdonság az, hogy nem régen sikerült Olaszországból megszereznünk egy elektromos orgonát, mert a régi harmónium nagyon rossz állapotban volt. És van-e ott, aki játszik is rajta? A mostani kántorné az Regina néni, és ő éveken keresztül játszott ezen az orgonon, úgyhogy ő is nagyon szépen csinálja, és csinálta eddig is. Biztos nagyon örülnek ott a hívek, hogy ilyen lehetőségük adódott. Igen, és gondolom, hogy ez egy olyan alkalom, hogy a kórust magát is lehetne kicsit nagyobb szintre fölemelni, mert ilyen orgona mellett akkor, ha megtalálunk a jó hangokat, akkor valóban az Úr dicséretére tudjunk csinálni mindent. Lehet ez oda is vezet, hogy többen járnak majd a hívek templomba. Adjon a jó Isten! Let's go.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy idejüket nekünk szentelték. Farsangi időszak lévén jelmezes mulatságokra hívjuk fel kedves nézőink figyelmét. Hertelendi falván a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben a hagyományos gyermekeknek szánt farsangi mulatságot február 19-én tartják meg 18 órai kezdettel. A hónap és egyben a farsangi időszak végéig más településeken is terveznek jelmezes mulatságokat, rendezvényeket, így Székelykevén, Sándoregyházán és Pancsován is, melyek időpontjáról következő adásunkban adunk értesítést. Mai műsorunk ismétlését vasárnap reggel 7:30-kor láthatják, új adással mához egy hétre, csütörtökön 13 órakor jelentkezünk. Akkor is számítunk megtisztelő figyelmükre, viszontlátásra!